Hammerstein. Kluiber leüti még, az gyönyörű. Szép játék. Kluiber első gólja. Nagyon megröptette Brnovicsot. Az egész akció már rossz ütemben indult. Hammerstein nem jókor jött. Ott a hely, Kluiber, ott a gól. Hiszem itt a bal kettes védőjüknek a külső oldalán van mit keresni. Stolle is szépen bement most már Kluiber is, és láthatóan itt van a gyenge pontja a védelmüknek. Védők fölött lőtt el a labdát. Kluiber megy végig. Még gyorsan ember előnybe sikerült egyet ragasztani. Kluiber harmadik gólja. Bölk, Kluiber, van hely, van gól. Igen, ezt kell játszani. Kluiber 4-nél. Szülősi Zácsik. Kluiber, ugyanaz. Ott, igen. Itt kell a gólokat hozni. Kluibernek az ötödik. A figura, amivel jön föl. Hammerstein. Kluiber, gyönyörű csel! Ho-ho! Itt a vége! Végjátékok embere, Kluiber Katrin. Szinte minden meccsnek a végén lő egy-két pontos gólt. Rá a másik félidőben látszott, de nem igaz, hogy ezt a csapatot nem fogja megverni a Ferencváros, és azért csak legyűrték őket a végén. Kluiber szenzációs! Olyan egyszerűnek tűnik, hogy kellett volna megbontani ezt a védelmet. Megint Klikovac védekezik a jobb kettes pozícióban a vendégeknél. Kluiber! Nagyon bátran! Kluiber! Azt a mindenit! És kiállítás! Hát gyanús volt. Nagyon jó használja ki, hogy Yvette Brock ugye megnyitja a falat, és abban a pillanatban ugye beálló kivitte átszent, és oda be is tört Kluiber. Völk, Kluiber, ott is van! Hát szebbnél szebb támadásai vannak a Ferencvárosnak, Kluiber 3-ból 3. Völk, Szülősi Zácsik. Kluiber, kifelé Dembele mellett, Dembele még vezet is lepte egyet. Nagyon szép megoldás Kluiber Katrin. Bölköt várta meg Kucsánszki. Kluiber elereszt egyet végre. Megnyerte a meccset az utolsó másodpercben egy hete a Fradinak, de azért aj de szép közben Kluiber. Azért tegyük hozzá, hogy volt egy olyan pontatlanabb idősz. Lassan ment a labda, Bölk tovább. Ásfalvi ad újra lendületet. Kluiber becsúszott valahogyan. Nem érdekes, hogy miképpen, de ez a harmadik Kluiber gól most egymás után. Ez az ő időszaka. Passzívan a játékvezető keze, de elment most már ebből az ember hátrányból, azért mint látható egy 15. Gól! Nem is láttuk, hogy mi történt hirtelen, hogy ment. Olyan pici Kluiber Katrin. Nézzük meg, befordul. És ott a hóna alatt Yvette Brocknak bezúdítja. Grbics irányít, bíró a kapuban a bal szélen, Márton Gréta, Bölk, a bal átlövő, Kluiber Katrin pedig megszerzi a vezetést, rögtön az első támadásból fél perc után 1-0. Kluiber. Grbics csinálja neki helyet, Kisfaludi, tovább megy a labda, Kluiber megy be és gólt szerez. Jó játék volt, 8-6. Belövi Kluiber elegánsan, hogy 8-7-nél volt egy 3-0-es sorozata a Ferencvárosnak, azóta jönnek felváltva a gólok, és azóta váltakozik, hogy éppen 3 vagy éppen 4 a különbség. Retikosic, az most jó volt Tóttól, elpaskolta onnan a labdát. Jó védekezés, és hát ha lehetne belőle egy könnyű gólt szerezni, vagy akár bármilyet. Tóth kipasszolta, Kluiber beviszi, és belövi.
Sokkal többet kell szenvednie most már egy-egy gólért a Ferencvárosnak, de jött egy újabb. 21-16. 8 gól még nem volt közte. De most van. Kluiber bepattintja, 25-17, és hogyha itt lett volna némi riadalom, ijegység, amikor felzárkozott 4 gólra a Buducnost, hát most már nem kell, hogy legyen. Szűk 13 perc van vissza, 8 gól az előny. Ott a helyzet, Kluiber. 25-22. Van még idő, Kluiber első gólja. Úgy van meccsben a Ferencváros, hogy Bölk egyet lőtt, Kluiber egyet lőtt most. És Kluiber megszerezhette a második gólját is.